a megemlékezéssel kezdjük híradásunkat. Koszorúzásra került sor a templomkertben található II. Világháborús emlékműnél. A Doni katasztrófa 78. évfordulóján vasárnap főhajtással emlékeztünk Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász művész Kun Piéta emlékművénél. Ahogyan lassan már egy éve megszoktuk, az ünnepeink, megemlékezéseink, gyásznapjaink picit másképpen telnek, mint az előző időszakban. De azt gondolom, és szerintem ezzel így van minden karcagi, és minden magyar, hogy azokat az ünnepeket, megemlékezéseket, azokra az hősökre való megemlékezést, akik a múltban nagyon sokat tettek Magyarországért, hazánkért, és természetesen, ahogy itt a hátam mögött a nagyon sok névből látszik, karcagért is, rájuk mindig emlékezni kell. Mindegy, hogy milyen időjárás van, mindegy, hogy milyen körülmények között, főleg ez a mai napon azt gondolom nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy az ott odaveszett magyarok, karcagiak milyen körülmények között vesztek oda a hazáért. Tehát fontos az, hogy minden körülmények között emlékezzünk hőseinkre. Az emlékműnél Karcagváros lakossága és az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző és dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő helyezte el a koszorúját. Az 1943. januárjára már több mint fél éve hadműveleti területen lévő, erősen leharcolt állapotban lévő II. Magyar Hadsereg, még az akkori határainktól több mint 1200 kilométerre lévő kanyargós Donfolyó partján is 300 kilométer hosszú arcvonalon védekezett, karöltve olyan román, német, illetve olasz csapattestekkel, amelyekkel sem az együttműködés, sem a megfelelő integráció nem volt megoldott. Ha belegondolunk, hogy 1943. januárjára az orosz tél, az elégtelen fegyverzet, a nem megfelelő felszerelés eleve rendkívül kellemetlen helyzetben érintette a II. Magyar Hadsereget, akkor talán nem csodálkozunk azon, hogy január 12-én a szovjet vörös hadsereg ellentámadása az Uribi hídfőn viszonylag könnyen törte át a magyar arcvonalat. A Doni katasztrófa meggyőződésem szerint kollektív tragédiáink egyik legnagyobb eleme. Azonban katonai vereségként is értelmezhetjük, de hatásai messze túlmutatnak ezen. Gondoljunk csak bele, hogy társadalmi politikai következménye, hogy a kiugrás előkészítését előkészítő erők megacélozták elszántságukat a vereség hatására. Az is egy nagyon fontos tényező, hogy ezt a hadsereget nem erre a célra, hanem a revízió folytatására hozták létre, így tulajdonképpen a haderőt a keleti fronton úgymond eltékozolta az ország. Szintén van egy nézőpont, amely viszonyítási pontként tekint a Doni katasztrófára, és gyakran a Mohácsi csatával rokonítják, holott én úgy gondolom, hogy hatásaiban, következményeiben messze túlmutat a Mohácsi csata nemzeti tragédiáján. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szocializmus évtizedében nem lehetett megfelelően emlékezni a Doni katasztrófa hatásaira, nem lehetett kegyelettel ápolni az itt elesett katonahősök emlékét. Én úgy gondolom összegzésképpen, hogy minden nemzet a maga jövőjét építi, de minden jövőépítés a nemzeti múlt tapasztalatain kell, hogy alapuljon, és ilyen formán helye és szerepe van a győzelmek mellett a nagy katonai vereségeknek is, hiszen ebből lehet tanulni, ebből lehet a jövőre nézve releváns következtetéseket levonni, és ilyen formán helye van a mai magyar nemzeti politikában a Doni katasztrófa emléknek. Napjának. Továbbá Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke, a megye lakossága nevében nyújtott mécsest a II. Világháború áldozataira és azokra a katonákra emlékezve, akik kötelességük teljesítése közben estek el a Doni katasztrófában, Voronyes környékén.